Már csak pár pillanat is kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Nem más, mint dr. Gyarmati István volt Ebesz nagykövet. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok én is mindenkinek! Üdvözlöm a kedves nézőket, Brajer Péter vagyok, és akkor nézzünk, hol is tartunk a Luokba. Mindnyájan már tudják, hogy a Luok az a zsinagógai naptár. Ahol bizony 5780-at írunk, Ávhavának, a gyász hetekbe vagyunk, és azt mondja, hogy második napját tartjuk. 2020 a polgári időszámítás szerint július 23-at írunk, és ha minden igaz, akkor csütörtök van. Üdvözlünk minden Lenke Utó nevű nézőinket, és mindenkit, akinek ma van a születésnapja, házassági évfordulója, avagy éppen a szülészeten adnak a lányok, asszonyok életet utódaiknak. Na most azért, hogy a gyerekek is egészségesek maradjanak meg mindnyájan, használjuk a maszkot, használjuk meg a 2 méteres szociális távolságot, és akkor sokkal könnyebb lesz. A bankok nem ígérik azt, hogy sokkal könnyebb lesz, de talán azért ők is meggondolják. Az euró középárfolyama 3,4801, míg az angol font 3,8291. És akkor nézzük az időjárás jelentést. Ha valaki lemaradt volna a híradóval, már a 17 Celsius és a maximum 27 Celsius fok lesz. Vigyenek magukkal ernyőt, öltözzenek rétegesen, legyen mit levenni. Figyeljenek oda a folyadékháztatásukra, főleg a szépkorúaknál és a kicsiknél. Most nyissák nagyra az ablakot, hogy bejön a friss levegő, és varázsszőnyegünkre már is fölülünk. Majd amikor elérjük a repülési magasságot, akkor belekortyintunk a már előre felszolgált igazi kristályvízbe, és repüljünk a Közel-Keletre. A Közel-Keleten nézzük meg, hogy tulajdonképpen mi is történik Teheránban. Mert ha jól értem, akkor Kína úgy döntött, hogy most megmenti Iránt. Ezt hogy kell érteni? A kínaiaknak az a terve, hogy néhány százmilliárd dollárral megsegítik, hogy pontosabban beruháznak Iránban. Túl sok fölösleges pénzük van? A kínaiaknak rengeteg pénzük van, ugye minden ellenkező híresztelés ellenére, meg azért problémák ellenére, ami van. Nekik ez jó dolog, hogy valahol beruházhatnak, ugye, mert az, hogy van saját bankjukban van a saját pénzük, az nem biztos, hogy túlságosan sokat fial. Ugye azért azt meg kell mondani, hogy de facto az történik, amit mondtál, hogy megmentik, vagy meg akarják, megkísérlik megmenteni Iránt, de hát ugye nem ezért csinálják, nem a jó szívük miatt, hanem azért mert jó üzletet látnak. Ugye Irán nagyon nagy bajban van, nagyon sok szempontból, az amerikai szankciók, amiket azért többé-kevésbé mások is, az európaiak is követnek, ugye bántják őket, az oroszoknak a gazdasági és lassan politikai helyzete is olyan, hogy nem tudják pótolni az amerikai, és akkor persze van egy vákum, ahova a kínaiak benyomulnak, és nem csak beruházásokkal, hanem hát ilyen kikötőnek álcázott, meg szabadkereskedelmi övezetnek álcázott támaszpontszerűségekkel is szerintem. És hogyha ez megtörténik, akkor ők tulajdonképpen de facto is igazi nagyhatalommá válnak, mert ahány támaszpontjuk van szerte a világban, ettől függ tulajdonképpen, hogy egy nagyhatalom vagy sem. Igazából ez az első eset, hogy Kína ilyen hát úgy mondjam, durva lépésre készül, amire egy szuperhatalom képes csak. Igen, de nekem az jut eszembe, hogy annak idején az oroszok megépítették, a szovjetek akkor megépítették az Aszuáni gátat, és tulajdonképpen az akkori egyiptomi vezetés egyik percről a másikra köszönte nekik a lehetőséget, és elküldték őket. Igen, ez így van. Ez nem fordulhat elő Teherán esetében a kínaiakkal? Abszolút előfordulhat. Ezek a kínai beruházások, ezek nem szokták szeretni Afrikában, hogy Marok Zoltánt idézem, túltolták a biciklit a kínaiak, és az emberek elkezdik nem szeretni, mert ugye ők nem olyan beruházók, mint a, tudom én, az Audi Győrben, hogy azért vigyázz arra, hogy jó híre legyen.
meg megpróbál segíteni, persze nem jótékonyságból az embereken. Ők nagyon durva beruházók, kizárólag csak a saját gazdasági érdekeiket nézik. Ugye ebben a stádiumban, amiben Kína most van, így itt szokott lenni, tehát a britek is ezt csinálták 200 évvel ezelőtt, és így tovább. De ez egy idő múlva hát elkezdi zavarni az embereket. De a kínaiak esetében nincs semmiféle ideológia, nincs de facto business minded. Nincs ideológia, nagyhatalmi törekvések vannak, ha azt ideológiának lehet nevezni, de alapvetően business üzleti orientáció. De azért a két népnek a mikrofonnal egy kicsit lejjebb kéne tenni, mert így a nézők otthon a mély torok hangodat hallják. Egyszer meg fogjuk találni a középutat, hogy ne essen le, ne legyen. Ez az győzelem. Tehát akkor újra kezdem a mondatot. Iránnak a nemzeti vallása az valami egész más, mint a kínaiaknak, ha ilyen egyáltalán van. Olyannyira, hogy ugye akik Kínában ezt a vallást vallják, azok nem tartoznak a legnépszerűbb állampolgárok. Na most, ez itt nem okozhat gondot? Nem hiszem, én szerintem ezt fölülírja a gazdasági érdek. Legalábbis egy jó darabig, ha probléma lesz, az nem csak vagy nem elsősorban a vallásból lesz, de csak azt szeretném mondani, hogy ugye sokan azt mondják, hogy rohadt kínaiak terjeszkednek, és itt nem kell ezen csodálkodni. A kínaiak azt csinálják, amit az ő helyzetükben egy szuperhatalom csinálni szokott, nyilvánvalóan nem úgy, ahogy mások csinálják, és itt nem sopánkodni kell, hanem meg kell próbálni valami olyat tenni, ami ezt elmesül. Na jó, de ma már a kínai termékek nem ezek a régi made in China, persze, a kínai persze, piacról, persze. Azért a high technológiában ott vannak autókat, repülőket persze, gyártanak. Na most nagyon moderneket. Akkor, amikor az atomalkót létrejött az Amerikai Egyesült Államok és több Európai Uniós tagállammal, akkor mindenki elkezdte sütögetni a pecsenyét, a francia Airbus-tól kezdve az amerikai Boeingig, mindenki hisz, milyen állapotok voltak, és végül is ezekből nem kerültek megvalósításra. Ezek most mennyire fogják utálni akkor a kínaiakat? Már kik az irániak, vagy akiknek nem sikerült? Hát ugye a kínaiakkal alapvető problémái vannak a demokratikus világnak, pont azért, mert ugye ez egy föltörekvő szuperhatalom, amelyik keresi a helyét a világban, és ma már nem lehet lenézni és lenyomni őket, hogy majd akkor persze, csak csináljátok. Ez egy normális dolog, én azt gondolom, évek óta beszélünk arról, hogy Kína integrációja a világban az a legnagyobb kihívás talán, amivel mai időkben, évszázadban, mondjuk ebben az évszázadban szembenézünk, és hogy ellentétben a korábbiakkal hogyan lehet egy új szuperhatalmat integrálni a világba, anélkül, hogy ebből háború lenne. Ez egy óriási nagy kihívás, és ezt kísérletezzük a kínaiak is, meg mi is. Ha én egy kínai nagy beruházó lennék, akkor biztos, hogy megpályáznám a Lánchíd rendbehozatalát, hisz szenzációs idő alatt építenek egészen jó hidakat. Hát, igen, valóban. Tehát ez nem elég nagy beruházás szerintem egy kínainak, de miért ne álltak? Ugye a kínaiak nem ideológiai. Hát egy image teremtő. Igen, lehet, hogy nézik a műsort és ötletet kaptak most tőled. Hát bízunk benne, valaki jöjjön minél több ajánlat a pályázatra, és akkor lejjebb lehet tolni az árakat. Térjünk vissza valahova oda, Teherán környékére. Dühöng a vírus. Meddig fogja az Isten adta nép tűrni azt, hogy az ajatollák uralkodjanak rajtuk? Hát ez jó kérdés. Szerintem az ajatollák is ezt teszik, ezt a kérdést maguknak titokban. Nem tudom. Nem lehet tudni, ugye ezek a lázások azok nagyon sokszor úgy törnek ki, hogy nem látjuk, hogy miért egyik napról a másikra valami történik. Ez olyan, mint az autópályán a dugó, hogy nem tudjuk, hogy de van. És aztán sose derülünk ki, hogy mitől lett. Azt gondolom, hogy ugye ez szerint azért nem annyira ellenálló, mint ahogy ezt a uralkodói szeretnék. Nem tudok rá válaszolni, hogy meddig tűrik.
ott van a térségbe Irak, ami azt hittem, hogy sokkal nagyobb léptekkel fog konszolidálódni és rendbe jönni. Hát az, hogy te azt hitted, az még nem olyan nagy baj, de az amerikaiak is azt hitték, és erre a hitre építettek, anélkül, hogy valami komoly programot indítottak volna be. De hát ugye ott is van egy ilyen szektáriánus megosztottság a síták meg a szuniták között, hosszú időre persze visszatekintő, és nem csak vallásból adódó, hanem a szaddami rendszer örökségeként ugye nagyon plasztikusan ma is jelen van de facto a társadalomban. Ugye plusz ott vannak a kurdok, akik hát egy valójában autonóm területet irányítanak. Nagyon erős az iráni befolyás, de nem egyértelműen. Az amerikai befolyás gyengül, az amerikaiak nem is jól kezelik ezt, hogy ott van a szíriai polgárháború, amelyik mindig hatást gyakorol. Tehát nagyon bonyolultott a helyzet, és nem nagyon látszik az, hogy konszolidálódna Irakban. A perzsa nagyhatalmi törekvések egy kínai nagyberuházás következtében, tehát ha a kínaiak megpróbálják őket talpra állítani, mennyire befolyásolhatja az a Közel-Kelet helyzetét? Gondolok itt Libanonra és Szíriára, ahol Irán azért nagyon szeretne még jobban részt venni. Ez a kínai beruházás, ugye ez még egyelőre szavakban létezik, tehát nincsen róla megállapodás, és azt gondolom, hogy ennek a lehetősége talán fölébreszthetné az amerikaiakat, meg az európaiakat, hogy lehet, hogy valamit kéne csinálni Iránnal azon kívül, hogy megpróbáljuk tönkretenni, mert ugye akkor érdemes van egy országot megpróbálni tönkretenni, ha sikerül. Ez eddig úgy nézett ki, hogy sikerül, de ha jönnek a kínaiak, akkor lehet, hogy nem fog sikerülni, bár a kínai beruházásnak a részletei nem ismertek meg, az időtartamat, mikor kezdődik, tehát nagyon sok a nyitott kérdés, hogy ki bírja a helyirán egyáltalán addig, amíg jön. Te nagy tudóra vagy a fegyverkezési megállapodásoknak. Vajon próbáltam megtalálni, de semmit nem találtam a kora reggeli órákban, hogy van-e Oroszország és Kína között, vagy Amerika és Kína között valami korlátozási megállapodás fegyvergyártás vagy harci gépek eladásával egy harmadik félnek? Nincsen, nem is lehet egyébként. Ugye Oroszország és Amerika között van még egy ilyen maradvány megállapodás a nagy hatótávolságú interkontinentális rakéták korlátozásáról, ami szintén recseg, ropog, szegény. Ugye ez is egy régi hidegháborús megállapodás. Egyébként nincsen. Tehát tulajdonképpen, hogyha Teheránnak van rá pénze, akkor bevásárolhatja magát a kínaiaknál a legmodernebb harci gépekkel, mert van nekik saját fejlesztésű. Igen, abszolút. Igen. És akkor aztán teljesen fölborul a közel-keleti egyensúly? Hát igen, azt gondolom, hogy ez egy nagyon veszélyes dolog. Nem hiszem, hogy a kínaiak erre vállalkoznának. Ugye ők azért nem annyira... Nem akarják túltolni a biciklit. Igen, ők annyira. Tehát kínaiak igazából szerintem Iránban is, és meg máshol is az a politikának, a kínai politikának a lényege, hogy hogyan tolhatja föl magát, hogyan építheti föl magát egy egyenrangú partneri az Egyesült Államokkal. Őket más ebből a szempontból nem érdekli. És szerintem ez is egy ilyen bargaining chip, egy ilyen tárgyalási dolog lehet az amerikaiakkal, hogyha az amerikaiak erre valamilyen módon hajlandóak. És mikor fogják az amerikaiak, illetve az oroszok tulajdonképpen tudomásul venni, hogy a föltörekvő Kína legalább majdnem akkora nagyhatalom, mint ők? Jó kérdés. Ugye az amerikaiaknak nagyon nehéz azt tudomásul venni, hogy valaki olyan, mint ők, olyan erős, mint ők. Hát ők most éppen téglánként építik le magukat. Tehát, hogyha a legfrissebb híreket nézzük. Én azt gondolom, hogy ez el fog múlni azért egy idő múlva, de igen, valóban most éppen segítenek ebben. Ugye az oroszok meg abban az illúzióban élnek, hogy Kína azt csinálja, amit az oroszok szeretnének, csak a kutya meg a farok viszonyában azért hosszú távon nem a farok szokta megszabni a politikát, úgyhogy az oroszok is azt gondolom, és erre vannak jelek, hogy hát óvatosabbak, egyre óvatosabbak a kínai politikával, amennyire a kínai politika egyre úgy mondjam rámenősebb lesz, ugye egyre nehéz lesz azt az illúziót fönntartani, hogy ők az oroszokat szolgálják. Egy nagyon érdekes jelét látom ennek, hogy készültem erre a beszélgetésre, megnéztem Kína, és ugye ott van
a mi kedvenc fehér lovon lovagoló szomszédunk. Ők azért támogatják őket, de csak módjával. Igen, hát ugye Kína, én azt gondolom, hogy az az ország, amelyiknek van stratégiája, kevés ilyen ország van manapság a világban. Lehet egyetérteni velem, meg nem, de úgy gondolom, hogy Kínának, és személy szerint Xi Jinpingnek van egy, a kínai vezetőnek van egy stratégiája, és itt az észak-koreaiak, és ez nem egy nagyon agresszív stratégia, sokkal rámenősebb, mint korábban volt, de gondolom, hogy nem egy nagyon agresszív, bár vannak agresszív elemei. Ugye Észak-Koreával az a, én azt gondolom, a kínai politika, hogy ne veszélyeztessük az észak-koreai rezsimet, de azért túlságosan szabadon se engedjük. Például ne engedjük azt, hogy egy atomháborút provokáljon ki ott a szomszédban. A kérdés az, hogy az észak-koreaiak mivel tudnak egyáltalán fizetni, vagy ez csak egy olyan szocialista, mint testvéri KGST. Nem csak, ugye megmondom például, hogy mostanában mivel fizetnek, homokkal. A kínaiak rengeteg homokot importálnak Észak-Koreából, mert az... Homokot? Igen, mert ugye szilícium, meg sok minden van, amit a homokból termelnek. Akkor azt látjuk, hogy ugye azt nehéz eltitkolni, hogy a Észak-Korea kikötőkben óriási kínai hajókba rakodnak homokot, és azt viszik a kínai. De hát persze nem csak ezzel, sok rajta, Szaúd-Arábiából vagy Izraelből iszonyos sivatagban nagyon sok homok van. Igen, hát megint egy ötlet a kínaiaknak, ha nézik ezt a műsort, de hát ugye Észak-Korea azért közelebb van. Igen, lehet, hogy olcsóbb a szállítás. Kedves nézőim, varázsszőnyegünkön lebegtünk kicsit a Közel-Keleten. Ennél többet meg fognak tudni. Hétfőn érdekes lesz a világ zsidó szemmel, mert vendég műsorvezető lesz, mégpedig dr. Gyarmati István személyében. Én akkor majd 2 óra pihenőre térek. És hadd reklámozzam a külpolitikai kitekintőt, amelyik szintén Iránnal fog foglalkozni. Ragyogó, hát azért csak visszahelyezzük a térképre Irán. Bízunk benne, miután mi visszahelyezzük őket a térképre, ezt békés célokra fogják használni. A pontos idő 7 óra 30 perc van, tehát következik felvételről dr. Cucor Gergely, budaörs fideszes vezetője. Hosszú évek óta ők ellenzékben vannak. Megnézzük, hogy mit mond erről nekünk a helyi vezető. Érdekes lesz a beszélgetés, tartsanak velünk. Utána következik majd ifjú Lomnici Zoltán, a Század. Vele is érdekes beszélgetés lesz. Tartsanak velünk. Köszönöm.